Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Jele Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Receptkönyv készült a Gasztromegye című sorozatból, Jazz karácsony a Művészetek házában. Díjat kapott a Tücsök zenész színpad énekese. A számos nehézség ellenére sikeresnek mondható évet zárt a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Receptkönyv készült a Gasztromegye című sorozatból. Ennek célja, hogy felfedje a tolnamegyei falvak és városok kulináris kincseit. A 30 települést felölelő kötetet a tolnamegyei önkormányzat évzáró média estjén mutatták be először. Régóta hagyomány már, hogy a Tolna megyei közgyűlés elnöke találkozóra hívja a megyében dolgozó újságírókat, hogy megbeszéljék, miként fejlődik, gyarapodik a tolnai járás, és hogy ezt milyen módon adják hírül a sajtómunkatársak. Mi már hagyományosan szoktunk beszélni bizonyos dolgokról, ilyenkor télelején, őszvégén, ami arról szól, hogy mit végeztünk az elmúlt évben, milyen feladatokat tűztünk ki annó magunk elé, és hogyan teljesítettük azokat. Nem akarok én nagyon mélyen belemenni ezekbe a történetekbe, hiszen mindenki, főleg a jelenlévők tisztában vannak ezzel a történettel, hiszen ezekkel az anyagokkal, ezekkel az információkkal, ezekkel a hírekkel dolgoznak, amit egyébként külön szeretnék most megköszönni nekik, hiszen nélkülük nem tudnánk eljutni a megye lakosságához, a településen élő emberekhez. Nagyon fontos, hogy pontos és korrekt információt kapjanak a megyében történő elképzelésekről, azok megvalósításáról és a jövő felvázolásáról, újabb gondolatokról. Úgy épülnek fel az egyes helyzetek, hogy egy oldalban szántunk egy településnek a bemutatására, mindjárt részletezzük, de itt a sorrend, ahogy látható, ez a forgatásoknak a sorrendjében szerepel a könyv tartalomjegyzékében is, és itt Görgig jutottunk Magocsától elkezdve. Az elnök beszédét követően egy könyv bemutatóra is sor került, ugyanis a Tolna megyei önkormányzat néhány éve indított útjára egy a megye településeit a gasztronómia tükrén keresztül bemutató sorozatot. A Gasztromegye elnevezésű videóműsor célja, hogy felfedje a Tolna megyei falvak és városok kulináris kincseit. A gyűjteményből most egy receptkönyv is készült. Tolna megyei önkormányzata Gasztromegye projektjét 2020 végén indította el, és most ott tartunk, hogy összesen 36 forgatás történt a Tolna megye különböző településein. Igazából az a terv, hogy mind a 109 települést felkeressük és készítsünk ott egy műsort, ami nem feltétlenül csak a gasztronómiáról szól, de nyilván a köré épül, hanem az értékekről is, a helyi közösségekről, mindennapokról, ünnepi pillanatokról. Igazából ez volt a terv, és most már a 36 településből tudtunk 30 receptet egy könyvbe foglalni, egy Hungarikum pályázatnak köszönhetően, és ez a 30 település mindegyik oldalpáron bemutatja, hogy melyik étel az, amire a leginkább büszke, amit a legjobban el tudnak készíteni a helyi emberek. És akkor így Madocsától kezdve egészen Gyönkig bejártuk a megyét. A településnek a büszkesége talán az egyik leghíresebb ember is ott, és ugye ők azt mutatták be, amire a legbüszkébbek, amit ők a legjobban el tudnak készíteni a faluban, ez a pacal börkölt volt. Mind a 30 településhez van egy receptleírás, emellett magát a községet és helyi értékeket is bemutatják. Van egy kis érték, összefoglaló település, bemutató szövegrész, és van egy QR kód is mindegyik oldalon, hogyha valaki nem látta volna ezt az adott műsort, akkor az okostelefonjával ráközelít a kamerán keresztül, és akkor a YouTube-on vagy valamelyik közösségi média felületen meg tudja nézni az adott epizódot. Minden Tolna megyei embernek ajánljuk, hiszen ez egy büszkeség számunkra is, meg azoknak a településeknek is egy büszkeség volt, akiknél kint jártunk, és
Ennek van nyilván egyfajta turisztikai értéke is, hiszen azok, akik még nem ismerik annyira Tolna megyét, vagy az itteni gasztronómiát, azok a könyvön keresztül betekintést nyerhetnek, és mindennapi használatra is tudjuk ezt ajánlani, hiszen rendkívül jó receptek születtek. Manapság nehéz már elérni ezeket a helyben készült ételeknek a leírásait, és ez tényleg autentikusan első kézből a mi településeinkről érkeztek. Ismert karácsonyi dalok szólaltak meg a Szekszárdi Művészetek Házában, igazi jazz átiratban. Az új formájában tovább élő jazz kvartett tagjai vállalkoztak arra, hogy átdolgozzanak ismert melódiákat. A kísérlet a világjárvány hatására indult, és mostanra ért színpadra is érdemes változatra. A Szekszárdi Jazz Quartet jelen megváltozott felállásában még soha nem adott karácsonyi koncertet. A nagy elődök a Hulin István vezette formáció számára nem volt furcsa, hogy az év végén muzsikáljon a nagy érdeműnek, és ahogy a zenei kontinuitás fennmaradt, a hagyományok tovább éltetésének is megvan a hely a Szekszárdi Jazz Quartet életében. Egyrészt csupa olyan szám fog elhangozni részünkről, a Jazz Quartet részéről, ami karácsonyi kapcsolatos. Egyik része az, hogy is hívják ezeket, ilyen magyar karácsonyi dalok, talán ismeretlen szerzők karácsonyi dalai, azok a hagyományos karácsonyi dalok fognak elhangozni, természetesen jazzes változatban, de azért a hangulatát megpróbáltuk megtartani. Tehát egy visszafogott, csendesebb, karácsonyi várakozási időszakhoz alkalmazkodó stílusban fogjuk játszani a számokat. A másik része az standard, tehát ilyen világhírű, de karácsonyi zene természetesen, ugyanígy jazzes átiratban. A műsor alapjait még a Covid ideje alatt tette le a zenekar, és később érett színpadképes produkcióvá. Sokat próbáltunk, volt mikor nehéz volt összehozni a próbát, de próbáljuk a repertoárt újítani, hogy új dolgokat hozzunk minden egyes koncertre. Ez egy elég nagy feladat, mert elég nehezek ezek a dolgok. Nem tudtunk próbálni. Ez egy nagyon nehéz időszak volt, és akkor mégis csináljunk valamit, és akkor csináltunk olyan videókat, amikben mindenki otthon saját magának fölvette a saját szólamát, hogy egy metronomra, ez nagyon nehéz. És kicsit kiöli az élő zene varázsát egyébként, de egész jó lett. Egyébként is a koromnál fogva ugye nem mehettem igazából sehova sem, és akkor az Ákosék kitalálták, hogy ők összejönnek, és elkezdtek játszani, elkezdtek csinálni ilyen karácsonyi hangulatú muzsikákat, amelyeket aztán föltettünk a YouTube-ra is, mert nagyon klasszul sikerültek, és aztán miután már tudtunk közösen is zenélni, akkor megcsináltuk teljes zenei, tehát dobkísérettel is, és úgy tűnt, hogy ez nagyon jól működik, és úgy gondoltuk, hogy hát ezt közönség előtt mindenképp elő kéne adni, sőt, még
az is terben van véve, hogy talán még érdemes lenne valami hanghordozóra is föltenni. Hát, nem CD-nek hívják, de valamit meg kéne örökíteni, mert én szerintem és a zenekar szerint is ezek nagyon jó hangzanak. Én bízom benne, hogy a közönség ma élvezni fogja és hasonló véleménye lesz erről. A közel három évtizedes működése alatt nem történt olyan esemény a szekszárdi tücsökzenés színpad életében, mint az idei karácsonyi műsorban. Először vehette át ugyanis kimagasló művészeti tevékenységért járó városi elismerést a csoport egyik énekese. Juhász Bence több mint két évtizede tagja a társulatnak. Gyurkovics János alpolgármester köszöntőjében kiemelte, a gyerekek nevelésében fontos szerepet töltenek be azok a művészeti közösségek, amelyek biztonságot és kulturális fejlődést biztosítanak a fiatal korosztály számára. A tücsökzenés színpad énekesei több korosztályban tanulják azt, hogyan kell, hogyan lehet élvezetet találni a muzsikálásban, az éneklésben, a színpadi játékban. Bár őket is megtalálta a Covid hátráltató hatása, mára ennek már nyoma sincs, és ismét a szokásoknak megfelelően karácsony közelettével megmutatták, mitől is szereti őket Szekszárdváros. Az állandóság biztonság érzetet ad, az sugallja, hogy minden rendben. És ha ekkora biztonságérzetet ad a külső szemlélőnek, mit jelenthet a benne élő fiataloknak? Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a tücsökzenés színpad karácsonyi műsorára érkezőket Gyurkovics János szekszárdváros alpolgármestere. Kiemelte az a munka, amit az itt szereplő gyerekek évtizedek óta elvégeznek, nevelő hatású, és olyan sikeres élményeket nyújt a gyerekeknek, melyek örök életükre megmaradnak. A tücsök életében egyedülálló alkalomnak került sor, amikor a Szekszárdvárosért a művészet elejével emlékplakettet vehetett át Juhász Bence, aki 6 éves kora óta tagja a társulatnak, és ma már a Víg Színház Pál utcai fiúk című előadásában is szerepel. Az a hely, mit nem hagy el a fény, soha nem üzen a földi világnak, s az elégett mécsesek újra kigyúlnak, és megállnak végre az ég. Tulajdonképpen nagyjából azt, ami most vagyok, tehát ha kiindulási pontot kell keresnem abban, hogy én ami lettem végül, vagy amivé majd válni fogok remélhetőleg egyszer, annak az alapjai azok itt lettek lerakva. Tehát nekem ez mindig is, persze nagy szavak, hogy család, meg nem tudom, meg lehet ezeket így minden esetben így felhozni, de tényleg ez van. Tehát, hogy itt értem be igazából abba az irányba, hogy akkor én ezzel akarok foglalkozni, és hát így nem tudok mást mondani, mint az, hogy ez konkrétan meghatározta azt, ami most vagyok. Vannak dolgok, amiket csak ott lehet megtanulni. Tehát a színház az egy olyan közeg, ahol azért nagyon sok olyan más dolgot is meg kell szokni, a felnőtt kollégáknak a már bevált módszereit, a munkatársak, az ügyelők, tehát azért elég sok minden van, ami más, de hogy azt meg lehetett tanulni itt, hogy hogyan lehet
azon túl tekinteni, hogy valakinek mondjuk van egy adottsága ahhoz, hogy mondjuk énekeljen, játszon vagy bármi, hanem onnantól kezdve el kell kezdeni dolgozni. Önmagán segíteni a társainak, a kollégáinak, most már ugye kollégák, valamennyire nyilván még egyetemista hallgatóként nem teljesen vagyok ebben a millióben így benne, de ez majd egyszer talán kialakul. De végső soron azért vannak hasonlóságok, amiket az ember így meg tud tanulni itt. Nem vagyok egyedi eset a tücsök életében, mondja Bence. Mindenkinek járnia kell a maga útját. Valakinek ez a hobbija marad, valakinek nem. Én örülök, hogy nem az maradt, már hogy nem csak hobbi maradt, de hogy egyedi eset vagyok, azt nem gondolnám ebben a helyzetben, mert van még egy csomó olyan régi barát, énekes, aki azért tovább lépett, aki színházakban játszik, aki énekel, tehát azért nem gondolom, hogy teljesen egyedi ez a helyzet. Nyilván örülök neki, hogy tudok magamra úgy tekinteni, hogy én ezt az utat, amit itt végigjártam, az számomra nyilván jó érzés, és remélhetőleg a többiek is, akik majd esetleg ezzel akarnak foglalkozni, azok majd ebből tudnak valamit tanulni. Nyilván kevesebb dolgom van itt, amikor van, akkor szívesen jövök, de ez már nem rólam szól, ez már a következő generációnak a mondani valója, ami itt lesz majd, úgyhogy én meg csak jöttem egy kicsit örömködni, jöttem egy kicsit a régi ismerősökkel találkozni, és hát ez az életrendje. A következő generáció tücsök érzése már kialakult. Igen, ez abszolút egy család, szerintem mindenki számára, számomra mindenképpen, és rengeteget adott. Önbizalmat adott lényegében, mert ahogy kiállok a színpadra, az évek során már rengeteget tudtam fejlődni, és ez adott magabiztosságot is. Azt érzem, hogy a mindennapokban, hogy valaki tudja, hogy én tücsök vagyok, és hogy büszkék például a szüleim is rám, hogy én tücsök vagyok, és emiatt rengeteget fejlődtem. A Béres Nikolád Éva vezette társulat ebben az esztendőben számos versenyen vett részt, és az énekesek rendszerint győztesként távoztak az énekversenyekről. Megítélése szerint a gyerekek számára a mai napig vonzó még énekelni tudni. Bármilyen formája a zenélésnek, vagy a művészet bármilyen ágának szerintem. A gyerekek alig várják, hogy ebből a bezártságból kimozduljanak, és az éneklés meg hát az egy csoda. Idén most a karácsonyi műsorunk az egy picikét rendhagyó lesz, mert nem csak kifejezetten karácsonyi dalokkal készültünk, hanem az első részben Dickens karácsonyi énekéhez nyúltunk, és miután ez alapján készült az Isten pénze musical, hát elloptunk egy néhány dalt, és készítettünk rá koreográfiát, és hát megszínesítjük ezt a pódiumszerű előadást ezekkel a dalokkal. Aztán a második részben sikerült a felnőtt csoportból összeszednem, aki éppen nem vizsgázik, aki már túl van rajta, vagy aki nem dolgozik, és jelentkeztek, hogy szeretnének a második részben ők is énekelni, ahol már ugye egyénileg mutatják meg magukat. A számos nehézség ellenére sikeresnek mondható évet zárt a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ, mondta évértékelőjében Berlinger Attila igazgató. Hozzátette, jelentős teher lesz a következő esztendőben a nagy rendezvények lebonyolításakor az energiaárak kiszámíthatatlansága, hiszen ez teszi ki a költségek nagy részét. Úgy álltunk neki az évnek, hogy a Covid után végre lehet majd egy nagy rendezvényekkel teli évet szervezni. Végre megint olyan kulturális élete lehet a városnak, mint a világjárvány előtt, mondta Berlinger Attila, a Babits Kulturális Központ igazgatója.
Olyan költségvetést készítettünk ennek fényében, amely igazából egy teljes évet tartalmazott, tehát azok a város által évekkel ezelőtt már kialakított rendezvények, az a rendezvénysorozat, amelyet annyira vártunk, megvalósulhasson. Ez azért nem teljesült 100%-ban, de a legfontosabb részelemek megvalósulhattak. Májusban 2019 után végre egy igazi korlátozás nélküli szabadtéri nagy rendezvény zajlott a város központjában. Ez volt ugye a pünkösdi hal és vadünnep. Ott az időjárással sem volt gondunk, nem véletlenül mondom azt, ugye későbbiekben erre is rátérünk. Egy nagyon színvonalas és több tízezer látogató által megtekintett rendezvényről beszélhetünk. Ennek a költségvetését egy picit talán előre nem megfelelően tudtuk elkészíteni, nem megfelelően tudtuk felmérni, és itt azért akadtak olyan gondok, ez nincs is ebből titok, amit egy darabig kellett magunk előtt tolni, de aztán sikeresen megoldódott. A születi napokra talán jobban emlékszünk mindannyian itt a városban, hiszen nem volt annyira régen. Nagyon nagy öröm volt látni, hogy hányféle produkció a helyi civil együttesek, környékbeli fellépők és természetesen sztárvendégek színesítették a palettát, és az emlékeket azért is idézem fel, mert ott viszont egy olyan előre nem kalkulálható esemény rontotta picikét az egésznek az összképét, ami az időjárás. Ugye ez ellen nem tud senki sem tenni. Legnagyobb fájdalmunkra egy olyan fontos esemény elmaradt, amire rengeteget és nagyon sokan készültek, ez volt a születi felvonulás. Ezen kívül is azért voltak olyan szabadtéri rendezvények, amelyek nagyon jól sikerültek, gondolok itt a Majálisra, Szent István napra, a Város napjára, de akár a március 15-i ünnepség és az állami ünnepek megünneplése is nagyon színvonalas műsorokkal zajlott idén, úgyhogy hálás vagyok a partnereinknek, iskoláknak, közreműködő civileknek, akik nagyon sok energiát tettek ebbe bele, hogy igazán kiváló produkciókat mutassanak be városlakóinak. A Covid súlyos károkat okozott a civil közösségek életében, és majd fél év kellett ahhoz, hogy újraéledjenek, a korábbi erejükhöz méltóan tudjanak bemutatkozni. Ők is újra fel kellett építsék magukat. Ez az év elején elég nehézkesen indult, hiszen a kimarad egy-két év, az ugye nagyon nagy törést tud okozni egy-egy formáció, egy-egy csoportnak az életébe, de körülbelül ugye a nyár elejére nagyon szépen visszaállt minden. Ezzel kapcsolatban nekünk még az év első felében voltak olyan tapasztalataink, voltak olyan problémáink, hogy a színházi és a neves produkciók, a színházi évadunk és a neves produkciók idehozatala nem okozott még teltházat. Nem tudtuk igazából felmérni, hogy ez még a Covid lecsengésének köszönhető, de aztán később egyértelművé vált, hogy igen. Ugyanis az első félénk visszajelzések félházzal 60-70%-a működő előadásaink az év második felére szinte valamennyi produkció tekintetében teltházasok lettek. Itt év végén már igazából azzal a nagyon kellemes gonddal küzdöttünk, hogy minden egyes kisebb-nagyobb produkcióra még szinte több száz jegy elkelhetett volna, de nagy sajnálatunkra ugye nem tudtuk teljesen kielégíteni az igényeket. A legnagyobb kihívást az energiaárak emelkedése jelentette, mondja Berlinger Attila. Itt az ősztől kezdődött el ezzel kapcsolatban olyan probléma, ami azonnali áttervezés szükségeltetett. Ugye tudjuk, hogy a távhőár több mint tízszeresére növekedett, az áram díja egyelőre még évvégéig szerencsére nem emelkedett túlzott mértékben, de jövőre ezzel is számolnunk kell. Itt az őszi időszaknál a rengeteg program között azt kellett nap mint nap nézzük, hogyan tudunk megtakarítani energiát. Ebben nagyon sikeres volt a ház, kiváló technikus kollégáim vannak és a távhő munkatársaival együtt olyan technikai intézkedéseket tudtunk bevezetni, melynek köszönhetően több mint 60%-át meg tudtuk takarítani a késő őszi kora téli időszakban felhasznált energiának. Így is azért a számláink emelkedtek, de mégsem abban a mértékben, ami teljes bezáráshoz kellett volna vezessen. Az energiaárak változása a jövő évi terveket is jelentősen befolyásolják, hiszen ma már a rendezvények költségvetésének 60-70%-át nem a fellépők tiszteletdíjai, hanem ezek a költségek teszik ki. Ezzel kell nagyon okosan kalkulálnunk. Abban maradtunk a város vezetőségével, a képviselőtestülettel is, hogy január-februárban többféle
forgatókönyvet készítünk, többféle költséget is készítünk, minden esetre megpróbálunk felkészülni, megpróbáljuk az árakat úgy behatárolni, hogy legalább egy-két nagy rendezvény még ezek mellett, a magas árak mellett is megvalósulhassanak. Elképzelhető, hogy szűkíteni kell a civil csoportok bemutatkozási lehetőségeinek körét, és át kell gondolni a jövőre nézve a programokat is. Nincs most már gondunk a úgymond a toborzással a nézők, illetve a látogatóknak a visszahozatalával, hiszen érkeznek, jönnek, rengetegen látogatják a Babicsot. Másik oldalon pedig hát a távfőár mellett, ahogy említettük, ugye most az ára már rohamos emelkedése, ez a kettő már olyan terhet ró a házra, amit önmagunktól nem tudunk megoldani. Szerencsére az önkormányzattal való együttműködésbe erre is készítünk folyamatosan terveket, tehát vannak vészforgatókönyvek, de minden bizonnyal ezt a téli szezont egészen a fűtési szezon végéig azért bizonyos korlátozásokkal kell majd átvészeljük. Minden intézkedést annak érdekében kell meghoznunk, hogy ne sérüljenek lehetőleg azok a tevékenységek, azok a csoportok, azok a működő formációk, akik a már említett Covid-járvány után végre visszaépítették magukat. A racionalitás útján kell ettől függetlenül haladnunk. Ugye ennek érdekében bizonyos időszakokra a művészetek házát és a placifűsági teret azért korlátozzuk, és hát itt is már október-novembertől kezdve a civil csoportjaink próbái és a rendezvényei azért csökkentett számban valósulhattak meg. Lehet, hogy ezen még egy kicsit meg kell szorítanunk. Számos tervünk van, de a legfontosabb, hogy a ház működőképességét folyamatosan fent tudjuk tartani, mondja Berlinger Attila. Ez volt az év utolsó kultúrszobája minden kedves nézőnknek. Boldog új évet kívánok a Tolnatáj és a Pannon Televízió minden munkatársa nevében. Viszontlátásra!